Most egy képzeletbeli utazásra hívlak téged, egy varázslatos helyre, a tengerek világába. Mielőtt azonban elutaznánk, megtanuljuk ellazítani a testünket. Most arra kérlek, keress egy olyan helyet, ahol jól érzed magad, és tudsz egy kicsit pihenni. Te is feküdhetsz az ágyadba, vagy a szőnyegre is. Most csukd be a szemed, és szorítsd össze őket úgy, hogy egy kicsi fény se szűrődjön át a szemhéjadon. Vagy lazítsd el. Szorítsd össze a szádat is, mintha nem akarnál valamit megenni. Vagy lazítsd el. Most képzeld el, hogy egy-egy citromot tartasz a kezeidben, és próbálod kifacsarni belőlük a citromlevet. Addig facsard, amíg az utolsó cseplé ki nem jön belőlük. Majd engedd el őket. Feszítsd meg a vállaidat is. Tartsd így. Majd engedd el. Feszítsd meg a hasadat is, jó erősen, ahogyan csak tudod. Majd lazítsd el ezt is. Most feszítsd meg a lábaidat, és utána lazítsd el. Nagyon ügyes voltál. Most már lazák az izmaid. Most figyelj a légzésedre. Mélyen szívd be a levegőt, majd hosszú ideig fújt ki. Majd ismételd meg. Mélyen szívd be a levegőt, aztán fújt ki. Próbáld meg úgy venni a levegőt, hogy a hasad megemelkedjen közben. Ha nem megy, az sem baj. Mindenhogyan jól csinálod. Most, hogy ügyesen ellazítottad a testedet, Atlantisba utazunk el együtt. Ez egy csodálatos tenger alatti hely, ahol sok delfin és vízi tündér él. Most képzeld el, hogy lemerülünk Atlantisba, ahol színes halakat és csodálatos víz alatti virágokat látunk. Egyszer csak egy delfin család úszik oda hozzánk. Két kis delfin és a delfin szülők. A delfinek és az emberek hosszú idő óta barátok, így nem kell megijedned tőlük. Azért jöttek oda hozzád, hogy elmondják neked, hogy mennyire szeretnek téged. Hogy milyen jó, hogy vagy, és hogyha segítségre van szükséged, ők mindig ott lesznek neked, csak elég gondolatban szólnod hozzájuk. Látták, hogy igyekszel, hogy örömet szerezz a felnőtteknek, akik körülvesznek téged. A delfinek mindig büszkék rád, még akkor is, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretted volna. Tudják, hogy van, amikor egy kisgyerek is nagyon elfárad, ilyenkor pihenésre van szüksége. Ezt is megértik a delfinek. A delfin családnak hirtelen mennie kell, de még mielőtt elúsznának tőled, egy delfin puszit adnak az Orrot hegyére. Most látod, hogy milyen szépen úsznak ezek a csodálatos állatok. Integethetsz nekik, és meg is köszönheted gondolatban, hogy eljöttek hozzád. Most Atlantisból képzeletben visszamegyünk oda, ahonnan elindultunk erre az utazásra. Mozgasd meg a kezeidet, nyakadat, válladat, és a lábaiddal is kezdj el mocorogni. Ügyes és kitartó voltál, hogy ezt a gyakorlatot megcsináltad velem. Most már kinyithatod a szemedet. Ezentúl, amikor fáradt vagy, vagy valami miatt nincsen jó kedved, emlékezz arra, amit a delfin család mondott neked. Nagyon szeretnek téged. Ha tudod, csináld meg ezt a gyakorlatot többször egy héten.